Harmadfokú hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos 2023. július 15-én szombaton 0 órától, július 19-én szerdán 24 óráig. Székesfehérváron is megtette a szükséges intézkedéseket az önkormányzat. Vízvételre alkalmassá tették a közterületi tűzcsapokat, ivókutakat és klimatizált helyiségek is várják a fehérváriakat a hőségben. A hő stresszt, napszúrást és hőgutát okoz. Azt kérik főleg a betegektől, a gyermekektől és az idősebb korosztálytól, hogy kerüljék a szabadban tartózkodást és dolgozást, illetve tartózkodjanak minél több árnyékban vagy hűvös, klimatizált helyiségben. A festék puhasága és a kő kérlelhetetlen merevsége mutatkozik meg a kápolnásnyéki halászkastély legújabb kiállításában. A 2007-ben elhunyt Kossuth díjas grafikus és festő Csernus Tibor, valamint Boldi, azaz Sprecsányi Boldizsár Kossuth és Munkácsi díjas szobrász kiállítása, a Velencei Tavi Kistérségért Alapítvány és a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány közös szervezésében szombat délelőtt nyitotta meg kapuit a nagyközönség számára. Két nagy formátumú művészről beszélünk, ráadásul azt kell mondjam, hogy az elmúlt évtizedek egyik leginkább befutott, a közönség által is megszeretett életművének a fölmutatására teszünk kísérletet a mai napon. Remélem, hogy sokan jönnek el a Velencei-tó partjára és nézik meg ezt a nagyszerű kiállítást. Különleges eseményre lehettek figyelmesek a 62-es úton közlekedők, ugyanis filmforgatás zajlott a Börgönpuszta melletti búzatáblán. A Haza, Lantai Májer József szibériai hadifogoly naplója című alkotás egy első világháborús fehérvári katona viszontagságait dolgozza fel. Az ötlet Kovács Szilvia, a Fehérvár Média Centrum munkatársának fejéből pattant ki, aki kiemelte, ilyen jellegű emlék, hogy egy székesfehérvári hadifogoly naplóját filmesítették volna meg, még soha nem készült. A főszereplőt, Lantai Májer Józsefet, Schneider Zaj Ákos kelti életre. A filmben Varga Gabriella színművész és Kovács Máté amatőr színész is fontos szerepet vállaltak, a képi világért Megyeri Zoltán és Pető Gábor, az utómunkáért pedig Szent Miklósi Dávid, a Fehérvár TV munkatársai felelnek. A székesfehérvári önkormányzat által támogatott alkotást a tervek szerint a 17-es Honvéd gyalogezred emléknapján 2024. július 17-én láthatja majd a nagy közönség egy díszbemutató keretében. A film Matúz János társrendezésében készül, aki elmondta, nagyon ritka eset, hogy valakinek az ölébe hullik egy ilyen rendkívüli történet, egy autentikus első világháborús hadifogolynapló, ezért tartott a szívügyének az alkotásban való részvételt. Egyeszem első szemében van megírva, elég sok dramaturgiai munkát igényelt, hogy ebből igazából a leendő nézők számára egy élvezhető képi világú történetet meséljünk. Az volt egy nehéz feladat. Ki kellett bogarászni a naplóból azokat a belső folyamatokat, az esetben tragédiákat, amiket nyilvánvalóan a fiatal író nem írt meg, egyben elszenvedője a történetnek, de óriási emberi fordulatokkal megterhelt vagy bővelkedő anyagban van részünk. Rendhagyó helyszínen a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum díszudvarán folytatódott a Pákozdi Katonai Emlékpark, a 11. emlékparki nyár programsorozata. Az Elértem, amit ember érhet el című esten Meleg Vilmos és Molnár Júlia nagyváradi színművészek tolmácsolásában a Petőfi emlékév keretében a költő életútjához kapcsolódó versei hangzottak el. Ez egy olyan életmű, amit föl kell időnként villantani, és most, hogy 200 évvel ezelőtt született Petőfi Sándor, még inkább kell meglobogtatni, hiszen egy olyan zászlónk ő nekünk, zászlós hajónk, amit követni kell. És a kötetet is azért hoztam volt létre, hogy minél több emberhez eljusson legalább a családi költészete most, amikor a család fontossága fölértékelődött.